Viola. Tar. Bolonkai kapja, és zavartalanul fordulhat meg külsővel. Óriási labdát ad, hatalmas helyzet, és gól! Megszerzi a vezetést a Puskás Akadémia a 20. percben. És Bacelic Grigic a gólszerző. Óriási húzás tehát Szijjártó Istvántól, aki erre a mérkőzésre betette a kezdőcsapatba Bacelic Grigicet, és 20 perc kellett ahhoz, hogy a Puskás Akadémia megszerezze a vezetést. Óriási indítás Polonkaitól, nem volt les. Külsővel így oda tenni a védők mögé, ezt teljesen elszámolták a honvéd védői, és Horváth itt már tehetetlen volt.